24 millió forintos Tesla Model S-ben ülünk. Ez most a Tesla új modellje, elő-hátul csomagtartója van, motorja sehol, akúja sehol, nem tudom, hogy mitől működik. Különben árammal megy. Ez egy villanymotoros autó, amiben 416 lóerős motor van, 4-4 alatt van 100-on, és 210-et tud. A hatótávolsága a papír szerint 480 km. Nincs benne semmi, ami autóra emlékeztet, nincs váltó, nincs középkonzol, nincs semmi. Itt középen van egy óriási tablet. És most törjük ki a nyakunkat, jó? Óvatosan kiaraszolok az útra. 3, 2, 1, most! Azt a rohadt mindenit! Leszakad a becsét, fasz! Igazából autóérzetű, és van benne 7 ülés, gyerekülés van hátrafelé, 2 darab csomagtartó, mind a kettő használható. Egy rakás hely, egy rakás bőr, azért ez az autó lenyűgöző. Szóval tényleg nem az, ahogy megy, hanem hogy egy óriási adag műanyagból, egy no-name autógyára semmiből, csehszlovák lemezjátszó névvel elő tud állítani egy ilyen szuper terméket. Megyünk, 288 ugye a hatótávunk, ez ott épp ennyit fogyasztunk, tehát ott így tudunk ilyen sokat is fogyasztani, meg nagyon sokat. Jó, elejted a gépet, itt most visszatáplálunk. Szóval a Teslában ültünk, ami tele van ilyen mindenféle jópofa fémbetétekkel, bőrökkel, semmi hajtáslánca nincs, és iszonyúan megy, és nagyon tetszik. Baromi jó. Vegyék önök is 24 millió forintért, sportcsomaggal együtt meg lehet kapni. A viszontlátásra.